Ez itt a Start Plus. Jó reggelt, jó kívánunk reggelt mindenkinek, és nagyon-nagyon örülünk mindjárt itt a Start Plus első vendégének. Vastag Tomit köszöntjük a stúdióban. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia, Tomi! Sziasztok! Ja, köszönöm, hogy itt lehetek. Hogy vagy, Tomi? Meg vagyok, amennyire egyébként ebben a mostani helyzetben meg lehetne, de nem panaszkodom, motiváltan és tele pozitív gondolatokkal, úgyhogy jól érzem magam, köszönöm a kérdést. Kevesen vannak ebben a helyzetben így zenészként, de te például megpróbáltad ezek szerint a jó részét megfogni ennek az otthon töltött időnek, mármint úgy értem, hogy kijött egy új klip, kijött egy új dal, alkotással telt ez az egy év? Az évnek, tehát ha egy évet visszamegyünk az időben, akkor az első hónap az mindenképpen a családdal telt nekem, a gyerekeimmel, és az volt egy ilyen nagyon jó érzéssel töltött az el, hogy egyébként nem hiszem, hogy valaha megálltam volna, hiszen minden volt színház, koncert, próba, bármi ilyesmi, úgyhogy nekem az eleje az egy tök jó dolog volt, aztán utána volt egy ilyen mélyrepülés, hogy nagyon sokáig nem lehetett semmit se csinálni, és hogy az ember nem tud mit csinálni. Úgyhogy az év végétől éreztem azt, hogy újra motiváltan tudok nézni, és tudok azon gondolkodni, hogy írjunk dalukat, és kreatívak legyünk, úgyhogy jutunk el eddig a dalig. Hát az eddig, amit ugye most láthatnak már a nézőink, ez a Harangok című dal, aminek a klipjét is nagyon-nagyon különleges módon forgattátok le, majd ugye ennek a kulisszáit elmeséled, mert ugye vannak benne gyerkőcök. Mégpedig a sajátok, ugye? Így van, aha, ez egy egyszerű és egyébként nem visszatérő alkalom, mint egy jó teleshoppos reklámba, hiszen a gyermekeimet nem szoktam általában megmutatni, és ez így is fog maradni, viszont egyébként egy művészeti produkció az mindig mindennél fontosabb. Ha castingoltunk volna hónapokon keresztül, akkor is nyilván a saját magam fiatalkori énjét játssza a kisfiam. Az ő mimikái azok olyan módon tudnak hasonlítani, hogy például a kisebbik fiam, aki egy pillanatra látszik csak benne, ő az egy éve nem találkozott az én édesapámmal, és mégis az van, hogy ugyanúgy sétál, mint ő, ugyanúgy ilyen hátratett kézzel sétálgat aranyosan, tehát hogy vannak ilyen, mégis ilyen dolgok, amik ha nem találkozunk, akkor is hasonlítunk egymásra. És ez egy önéletrajzi történet, és egy kicsit az embernek elszorul a szíve, annyit elárulhatunk, hogy ugye valaki nem az, tehát a nagy szerelem, gyerekkori szerelem, de aztán ott van az esküvőjén, de nem mint főleg. Hanem a tanúként, így van, mint a legjobb barát. Ez úgy önéletre az ihletésű, hogy hárman szereztük ezt a dalt Patocska Olivér és Barabás Dávid barátommal, és mindannyian különböző részei igazak ennek a történetnek, tehát mondhatjuk azt, hogy egy negyedik személynek lenne egyébként az élete, de valóban az én életemből is vannak benne részek, és az övéiből is, az maradjon meg a költői homályba, hogy kinek melyik része a valóság. Van mindjárt egy tök jó kép, vagy már lehet, hogy pont az előbb volt, amikor nagyon sír a kisfiam, erről egy titkot hadd áruljak el nektek, hogy egyébként itt nem az volt, hogy ellöktük, vagy valami ilyesmi volt, amivel ennyire nagyon sír, hanem egy nagyon szép kép volt azzal a kapcsolatban, hogy gyermekként, amikor kisgyerekek, akkor egy ilyen csoki karikával jegyzi egymást a két gyerek, és kéri meg a kezét, és Peti fiam, amikor az utolsó játet forgattuk, akkor megette ezt a csoki karikát, és sem megült, hogy anya, Peti megeszi a karikát, anya megeszi a sütőt, igen. És hát ugye ezek azok a krokodilkönnyek, mert hogy gyerekként egyébként ennyire tudunk szeretni, és ennyire tud fájni, és akár egy csokinak az elvesztése is. Azt azért áruld el, mert tulajdonképpen senki, vagy hát nagyon-nagyon kevesen vannak olyan helyzetben, hogy mondjuk előadó művészek, éppen pici egy gyerekük, éppen azt találják ki, hogy egy kisgyerkőc, ha többször nem is, de egy klipben mondjuk szerepeljen, hogy milyen volt a forgatás, milyen volt a munka. Leginkább hideg, tehát szerintem az év, nem tudom, egyszerre, tehát hogy nyilván egy ilyen látjátok, hogy egyébként nagyon jó sikerülnek amiatt képek benne, hogy egy ilyen nyírkos, ködös idő van, és emiatt egyébként Budaörsön készült a klip, és gyönyörűen... Kálvári adombot lehet felfedezni. És gyönyörű emiatt a táj. Nagyon jó hangulatban telt, a gyerekek imádták egy darabig, aztán utána nyilván ahogyan fáradtak, úgy már kevésbé, de szerintem pont addigra voltunk jók, és pont addig kellett nekik egyébként, amíg nem fáradtak el. A végén már itt, amikor a kápolnába forgattunk, itt nehéz volt azt elérni, hogy egyébként én, amíg a háttérben énekelek, ők egymásra néznek, és ne az legyen, hogy egy kitartanyát, egy 4-5 másodperc innen nézzenek rám is, meg hát nekik is gyerekekként egy olyan jelenet volt, hogy,
hogy egy ilyen esküvős jelenet van, meg hogy elvileg szerelmeset játszanak egymással, hogy végig mosolyogtak és végig zavarba voltak. Tehát egy nagyon jó hangulatú és jó kedélyes forgatás volt. Jó, de egy instrukciós szempontjából mindent egy kapásban meg tudod csinálni egyébként a kis fiad? Nagyon sok mindent és nagyon sok képet úgy vettünk fel, hogy nem adtunk instrukciót, csak egyébként... Ösztönösen csináltam, amit csinált, és akkor... mondtuk, aha, és mi pedig felvettük, az volt a legegyszerűbb, tehát nagyon-nagyon sok anyagot vettünk fel, és azt már tudjuk mi esetleg, hogy nem az volt ott a történet, mint amit egyébként úgy láttatunk, hogy az történt, de hát ez a szépsége a filmezésnek egyébként, A csokoládéért sírt a eltört vaníliás karikáért, de ott a történetben pedig az elvesztett kislány, tehát vagy az ottani csalódás az, amire az ember gondol, miközben nézi a klipet. Az alkotók közül mindannyian színház, film, sorozat és társai, tehát nem tudunk nem ilyen filmes képekben és ilyen szögletesen gondolkodni. Nem tudok elmenni amellett, hogy ilyen, nem tudom, hirtelen szőke vagy a klipben, tehát hogy ez valami tudatos, volt ennek-e valami oka, vagy ez lesz az új arcod. Vagy teljesen megőrültem, ez lesz az új arcod. A Covid-tól kifehéredett a hajam. Nem, elvileg ez egy koncepció volt. Én ezt színházi darabokra mindig át szoktam alakítani magamat valahogyan, bár mostanában inkább már csak így szoktam átalakítani magam, és ez is jól hangzik, hogy egy szerepkedvér, de nem. Szóval, hogy mindig át szoktam alakítani magam. Nekem könnyebb az, hogyha unsuite-ben játszunk egy darabot, tehát 28-30 adást lejátszunk egy hónapban, és csak azt játszunk, más nem, akkor nekem elképesztően nagy könnyebbség, hogy reggel felkelek, benézek a tükörbe, és már kicsit benne vagyok a szerepbe. Emiatt eredetileg fehér volt a hajam, és a forgatásig szőkült ki. Most is egyébként azért van a sapka rajta, nem bunkó vagyok, hanem egy átmenetben van, és még nem döntöttem el, hogy most akkor, hogyha lesz színház, akkor egyébként megtartjuk ezt a dolgot, ha nem lesz színház, akkor meg nem nekem áll a világon a legjobban a fehér haj, tehát hogy egyébként így... Emiatt van ez a kettős, igen, és azért lett ez az új kép is rólad. Igen. Nagyon kicsit szép. Nekem ez egy John Travoltát juttatta egyébként az eszembe a Pulp Fictionből, aha, ezzel a fizimiskával. Igen. A hosszú is érdekesen áll, igen, nekem, valóban. Ez is egy új vél. Szóval, hogy igen. Köszönjük szépen, hogy megmutattad az új arcodat, az új énedet, illetve nagyon gyermekeidet is, és köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Szép napot nektek, sziasztok. Mi örültünk, hogy láttunk.